Köszöntöm a Kölcsei Televízió minden kedves nézőjét, mai Életvitel című magazin műsorunkban. Olyan beszélgetést láthatnak és hallhatnak, amelynek a fő témája, a fő vonala a gasztronómia. Kiindulásképpen a megyében működő gasztronómia, de hát vendégeinknek köszönhetően kitekintünk az országos helyzetre, és azt gondolom, hogy a nemzetközi viszonyokra is tartsanak velünk. Köszöntöm beszélgetésünk helyszínén Kézi Sárát, aki a nemzeti válogatott tagja, illetve gondolom fogalmazhatok így kísérőjét, aki a Magyarországi Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Szervusz András, Krivács András természetesen a másik vendégem. Ugye nekem ez már annyira természetes, mert már ugye ez a 7. esztendő, hogy ez így van Magyarországon, és azért a megyei médiában időről időre megjelensz, és elmondod, hogy mi a helyzet, hová jutottatok, mit sikerült elérni, és hogy mire készültek. Nagyjából ezekről a dolgokról is fogunk beszélgetni, de szeretném, hogyha azért olyan kérdések is terítékre kerülnének, amelyekről nem biztos, hogy bárhol tudunk olvasni információkat. Először is azt szeretném, hogyha arról egy picit részletesen beszélnél, hogy ez a 7 év mire volt elég, amit eddig töltöttél a szövetség élén, a szövetség számára, illetve a Magyarországon a gasztronómiának nevezhető tudományterület számára. Sok mindenre azt gondolom. Jaj, mindig olyan jó kérdéseket teszel föl nekem. Nagyon egyszerűen meg lehetne ezt válaszolni. Mindenre is elég volt, de semmire sem volt elég. Nem amiatt, mert hogy annyira ragaszkodik az ember ahhoz a székhez, vagy azhoz a titulushoz, amelyben ül, vagy amelyet rábíztak, vagy éppen rám esett a választásnak a lehetőség. Csak annyi-annyi dolog van, amelyet nap mint nap újra és újra kellene értékelni, menni a nyugat-európai trendekkel, menni az észérvek mentén, de mégiscsak értékek mentén. Most mondok sok-sok olyan dolgot, amelyet itt az elmúlt 7 évben magunkénak próbáltunk tenni, vagy éppen magunkénak is tettünk. Egy szétesőben lévő szövetséget örököltem meg 7 évvel ezelőtt, és most akkor is ez volt a legnagyobb szervezete Magyarországnak, amely, vagy szövetsége Magyarországnak, vagy érdekképviselete Magyarországnak, aki a gasztronómiával, turizmussal, turizmusfejlesztéssel foglalkozott. De eltelt 7 év, és tényleg nem csak eszmeiben erősödött meg ez a szövetség, nem csak anyagiakban erősödött meg ez a szövetség, hanem nagyon sok fiatal új kollégával bővült, és erre nagyon jó ékes példája mellettem itt Sára, aki hála jó Istennek megyei identitásokkal rendelkezik, Baktalórendházáról, Nyíregyházáról be, most már nemzeti válogatottnak a főzőkonyhájába, mint főcukrász, és ő csak egy a sok közül, a sok-sok tehetség közül, aki nem csak cukrász, nem csak pincér, hanem szakács kollégák is. Nagyon-nagyon jó velük együtt dolgozni, és hála jó Istennek a politika, amelyet vagy így, vagy úgy emlegetnek nagyon sokan. Velük is megtaláljuk a közös lépést, a közös hangot. Sokszor van olyan, amiben nem értünk egyet, de hát ez azért van, mert hogy ők politikusok, mi pedig a szakmát képviseljük, mindenki ragaszkodik a saját maga álláspontjához, vagy állapotához, de hát ezt a nyugvó állapotot kell egy picit néha fölkavarni, és akkor ott a mélyéről följön az, amit le kell vegyünk a tetejéről, és attól sokkal-sokkal jobb lesz ez a szakma. Azt a célt, amelyet meghatároztunk magunknak 7 évvel ezelőtt, hogy a tegnapért, a máért, illetve a jövőért harcolunk, vagy azt a fajta bizonyos 21. századnak a gondolkodásmódját szeretnénk beleültetni a magyar kultúrába, mint gasztronómiába. Ez úgy tűnik, hogy lépésről lépésre, lépcsőfokról lépcsőfokra, vagy hogyha grádicsokat emlegetem, akkor legyen grádicsokkal való lépekedés, vagy előrelépés. Ez minthogyha sikerülne, vagy most már látjuk a fényt az alagútban. Sok mindent dolgoztunk, de nagyon sokat kell. Ezért mondtam azt, hogy sok mindent, de szinte semmit. Értem én, tehát volt egy űr, amit elkezdtetek betölteni, illetve
e munka során adódtak az újabb feladatok, és gondolom tárul ki a tér, és ott látszik, hogy milyen lehetőségeket rejt még ez az út magában. Én nem gondolom, hogy most sokkal könnyebb lenne, mint 7 esztendővel ezelőtt, de az, hogy hiánypótló volt az a szakmai munka, ami zajlott az elmúlt esztendőkben, ez biztos, hiszen időről időre lehet hallani, ahogyan a magyar küldöttség, a magyar válogatott szemnél szebb eredményeket ér el, és kupákat, trófeákat hoz haza ebbe a kis országba. Lehet, hogy ezt nem is tudtuk korábban, amíg az érdekképviselet nem volt ezen a szinten, hogy ilyen ügyes séfek, cukrászok mozognak közöttünk. De hát el lehetett mondani akkor is, hogy a magyar cukrászok, a magyar szakácsok ugye európai szintéren is elég jót teljesítenek. Csak elkövetik azt a hibát a kollégák sokszor sok ízben, hogy hazajöttek, és azt az eredményt, amelyet elértek, ezt magasabb polcra helyezték, mint ahova kellett volna, és ebből rengeteg összekülönbözés volt más szakmai szervezetekkel. Nagyon sokan azt hittük és elhitették ezek a kollégák, hogy a magyar gasztronómia világhírű. Aztán 7 évvel ezelőtt az első nagy világversenyemen pont ennek az ellenkezőjét tapasztaltam, és kaptam a pofonokat. Ez hol volt? Az Erfurt városában volt Németországban, az akkori gasztronómia olimpiának a helyszínén, ahol úgy mentünk oda, hogy igen, mi egy nagy hatalom vagyunk. Ha visszanézem az akkori sajtónyilatkozatokat, akkor hát igen, én is elhittem, hogy azok vagyunk, ugyanis hát én akkor azt a célt tűztem ki, hogy nyerni megyünk Erfurtba. Emlékszem az első szalagcímre, hogy a nemzeti válogatott nyerni megy Erfurtba, aztán ott tapasztaltam meg azt, hogy hát sajnos vagy hála jó Istennek, sikerült időben észben kapni, ugyanis rájöttünk arra, hogy vagy én legalábbis, és én kiálltam és el is mondtam, hogy a magyar gasztronómia az Magyarországon világhírű. Kivittük a magyar alapanyagokat, és a zsűri nem tudta beazonosítani. Az első pofon az itt érkezett. Gyönyörű volt a munkánk, gyönyörűen tálaltunk, talán a legjobb volt a 2012-es menüsor, amelyet letett nemzeti válogatott az asztalra, és ezt a 2018-as versenyre is vonatkoztatom. Szépségében, univerzitásában, az akkori technológiának megfelelően egy teljesen európai, vagy egy teljesen világszintű ételsor ment ki. Benne volt a soponyai vad, a pándi megy, illetve a balatoni fogas, csak éppen nem volt, aki ezt értékelni tudja a zsűriben, ugyanis a magyar alapanyagok a kevésbé ismerete, ez föltette a kérdőjelet, hogy ennek a balatoni halnak, ennek ilyen ízvilággal kell rendelkeznie? Aztán a megy az eléggé savanykás, vagy eléggé savas abba a közegbe, amelybe belekerült? Vagy mit keres a soponyai vad egy polenta mellett? Érdekes, és ezt azért 7 év alatt én nem azt mondom, hogy nekünk teljes mértékben sikerült a magyar alapanyagoknak a legjavát megismertetni a világ szakmai zsűriével, vagy szakmai beszállítóival, de sok mindent tettünk azért, hogy a magyar alapanyagok azok oda kerüljenek arra a polcra, hova valók. Azon túl, hogy amikor jöttek az eredmények, annak mindenki nagyon örül, de most ezektől függetlenül elkezdtétek ismertté tenni mindazt, ami itt van, mindazt, ami még lehet, és számunkra, akik itt élünk, sem gyakran kerülnek mondjuk ezek a dolgok az asztalra, pedig kerülhetnének, hiszen itt vannak. Te mondtad, magyarországi alapanyagok. Itt most én a renoméra gondolok, tehát arra a nívóra, ami én úgy gondolom, hogy azért egy emelkedő szintet mutat mindenféleképpen, tehát kis hazánk jó hírét ezen a téren is lehet vinni, hiszen ezt már a turizmustól nem lehet elválasztani. Pontosan az aktív rész a turizmusnak a gasztronómiát, soha nem is lehetett szétszedni. Voltak kezdeményezések annak idején mindenfajta turizmus irányítási rendszerben, hogy lehet egyiket a másik nélkül, de hát vannak tőlünk sokkal turisztikailag orientáltabb országok, mint például Spanyolország, ahol ezt lehet látni, hogy a városlátogatásokat fölváltják a gasztronómiai túrák, és most már nem csak azért megyünk el például Barcelonába, hogy a napfényt élvezzük, hanem összekötjük a B-tervvel, hogy meglátogassuk a nagyon jó éttermeket, vagy éppen Franciaországban Michelin csillagba étkezzünk, vagy Svédországba, vagy a skandináv részen megtapasztaljuk a kiváló konyhájukat, és hát most már 65-70%-a városlátogatások össze vannak kötve gasztrotúrákkal, és így is hirdetik őket
utazás szervezők, utazási irodák, sőt, mi több, ezek az ételkalauzok is. És hála jó Istennek Budapest pont most van egy olyan szavazási metódus alatt, ahol a legjobb városra lehet szavazni, és Budapest bekerült ebbe a 22-es mezőnybe, és mindenkit arra biztatok, hogy amikor ez még adásba le fog menni, akkor még lehet szavazni szerintem Budapestre. Tehát akkor ti ebben benne vagy? Mi is promotáljuk, igen. Mi abban nem, csak abban, hogy promotáljuk azt, hogy Budapest nyerje ezt meg, hogy mennyire remek város Budapest. És természetesen most Nyíregyházán beszélgetünk, de gasztronómiai elnökként, vagy egy turizmussal foglalkozó szervezet elnökeként ugyanolyan fontos az, hogy ne csak Nyíregyháza, hanem a főváros is nagyon szép színben legyen feltüntetve. Ugyanis nekem meggyőződésem az, hogy Budapest, tehát Nyíregyháza, vagy éppen Baktalórendháza, vagy Nyírbátor, vagy bármelyik nagyobb város, csak abban az esetben lehet sikeres, hogyha fővárosunk sikeres. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ha Nyíregyházán jó, akkor nagyon jó lesz Baktalórendházán is. De fordítva is éppen igaz. Vagy hogyha azt mondom, hogy Nyíregyházának nagyon jó, akkor nagyon jó lesz a megyének. Tehát egyik a másik nélkül nem működik, együtt kell, hogy működjön, és ez így is van jó. Jó, hát akkor maradjunk egy picit a megyénél mindenképpen. Sára, mit hoztál nekünk? Vagy miket? Színes croissant készítettem, amelyeket reggelinél szoktunk felszolgálni. És van egy francia receptem, pâté sablé, az a tartnak az alapja, és túrós töltelékkel töltöttem meg, valamint van rajta egy mering, amit rákaramellizáltam. Nagyon szépek. Nem gondolom, hogy ezek a legnagyobb kihívások számodra, amelyekkel találkoztál az elmúlt esztendőkben. Hogyan kerülhet egy ifjú hölgy a nemzeti válogatott közelébe? Csoda. Talán csoda. Szívesen hallgatjuk ezt a kis csodát. Uh-huh. Hol tanultál? A Sipkai Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari gimnáziumban tanultam. Ott végeztem el a szakmát. Versenyeken vettem részt, tanuló versenyeken. Te már tudtad egész fiatalon, hogy ezzel akarsz Nem. foglalkozni? Uh-huh. Nem, ez menet közben jött. Nagyon szerettem sütni, főzni, és egy idő után úgy gondoltam, hogy ezt lehetne egy kicsit komolyabban is venni. És más is úgy gondolta? Tehát azok a szakmatanárok, akik foglalkoztak? Igen, igen, a körülöttem lévők is mindenki bátorított, meg a tanáraim is ösztönöztek arra, hogy versenyeken vegyek részt. És emlékszel-e, hogy mi volt az első alkotásod, amire azt mondtad, hogy na ez tök jó, ez nagyon jól sikerült, tehát ez nem is biztos, hogy mindenki meg tudja csinálni. Emlékszel erre? Hát talán amire a legbüszkébb vagyok, az a mostani versenyen volt, amikor 110 adag desszertet kellett letenni az asztalra, és azt gondolom, hogy... Ez egy nagy feladat? Nagy feladat volt a számomra. De ez milyen verseny, amiről most beszélsz? A luxemburgi világbajnokság. Ez neked természetes, nekünk nem? Ez a luxemburgi világbajnokság volt, igen. És ezt hogy élted meg, ezt a világversenyt? Féltél tőle, vagy izgultál? Igen. De volt már előtte eredményed, ami esetleg bátoríthatott, hogy hát úgy menj oda? Az első versenyem februárban volt tavaly, ahol aranyérmet szereztem a Pataki János emlékversenyem. Az elég jó helyezés. Igen, köszönöm. A Tatai Farsangkupán értem el arany és ezüstérmet. Utána jött a Szolnoki Pelikánkupa, azon egy bronzérmet. Volt még nyíregyházi versenyünk is, ott első helyezett lettem aranyérmes. Hát akkor így aztán kicsit bátrabban lehetett nekivágni, hát igen, ennek a nagy kihívásnak. És ahogy rá éreztem az ízére, akkor egyre inkább éreztem azt, hogy még többet szeretnék. Uh-huh. És ez otthon, családon belül is megvalósult, hogy szívesen töltötted az időt a konyhában? Persze. Szabadidőmben, esténként, bármikor. És amikor már valaki megszerzi a szakmát, mert ugye neked most már munkahelyed is van, tehát cukrászként dolgozol, tehát amikor megszerezted a szakmát, nyilván ez is egy olyan terület, hogy folyamatosan tanulni kell, képezni magad, információkat begyűjteni, és akkor azokat ki is kell próbálni, amiket olvasol, vagy? Persze. És kik a próba emberek, akik kénytelenek kóstolni. Akik otthon vannak, akik a munkahelyen vannak. Nyilván, akik körülöttem. Te amúgy édesszájú vagy? Nem. Akkor ebből majd mi osztozunk.
Én annyira nem szeretem a desszerteket. És mit szeretsz benne? Elkészíteni ez a szeretem. Bocsánat, ez a legjobb helyről jött. Én annyira nem szeretem a desszerteket. Elkészíteni, igen, de megbírom állni, hogy ne egyem meg. És akkor mi vonz ebben az egész tevékenységben? Az egész szakma nagyon szép, kreatív, izgalmas. Látom benne a kihívásokat. Uh-huh. És az alapanyagok teljesen hagyományosak, vagy ez is egy feladat, hogy mindent be tudj szerezni? Országon belül mindent be lehet szerezni? Igen, úgy gondolom, hogy amire nekem szükségem van, azt be lehet szerezni. Nyilván vannak olyanok is, amik igényelnek egy kis keresgélést, de be lehet mindent szerezni szerintem itt Magyarországon. Hát azért biztos voltam benne, hogy ugye, hogy most már a munkafrontjára lépsz neked ilyen eredményekkel a hátad mögött, nyilván megtalálnak majd olyan elképzelésekkel, amelyek egyediek lesznek, és azokhoz egy kicsit törni kell majd a fejedet is, vagy esetleg olyan hozzávalót beszerezni, ami nem biztos, hogy a mi napos óráinknak megfelelően terem meg. Hát igen, de szerintem már egyre könnyebb a felgyorsult világunkban beszerezni mindenfélét. Tehát már most nem csak arra kell nézni, hogy a kiskertben mi van, hanem bárhonnan tudnak szállítani. Otthon mit kell leggyakrabban sütni? Tiramisút. Mindent, ami finom. Mindent, ami finom. Ha van szabad időd, mi is szívesen látunk otthon, tehát szabaddá tudjuk tenni a konyhát. Maradva még mindig a megyénél, Andris, neked ahhoz, hogy ezt a nagyon komoly, felelősségteljes posztot betöltsd a szövetség élén, ehhez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alapok nyilván úgy tűnik, a kép azt mutatja, hogy elegendőek voltak. De hogy emlékszel vissza a kezdésre? Tehát nem gondoltad azt, hogy túl nagy falat ez neked? Tudod, van egy olyan vicc, amikor a lovat el akarják adni, és a ló neki szalad a kerítésnek, és mondják, hogy hát a bátyám, ez a ló, ez vak. De hogy vak merő? Na hát körülbelül valami hasonló lehetett. Én azt hittem, hogy a sokkal könnyebb feladat lesz, aztán egy időben rájöttem, hogy hát ez sokkal-sokkal nehezebb, mint amit, ahogy el tudok ezt mondani, vagy ahogy el tudom mesélni. Nekem a fő profilom az nem a gasztronómia, hanem a turizmus fejlesztés. Így a saját vállalkozást is fejlesztjük, mellé megkaptam, illetve együtt csináljuk, csúnya szóval élve a városban a Degenfeld kastélymúzeumot. Ennek az üzemeltetési részének a teljes marketing oldala az enyém. Itt van egy kolléganő, aki nekem az irodavezetői tevékenységet látja el, illetve besegít nagyon sok mindenbe. Tóth Klaudia, a fenyvesben hát a teljes család, aki beleáll ebbe, és hogyha én nem vagyok ott, akkor ők természetesen 100%-ig megpróbálnak helytállni, illetve hát Budapesten a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek az elnöki titulusa, itt két kolléganő segíti a munkámat, illetve hát a csúcsgasztronómusok, akik kimondottan olyan céllal érkeztek, hogy ők tovább szeretnének fejlődni. Nekünk a ház, Baktaló rendházán tökéletesen jó arra, hogy a továbbfejlődésnek a lehetőségét biztosítani tudja, és de elég jól elmosolyogtam azon, amit Sára mondott, hogy hát most már azonnal be lehet szerezni bármit. Hát ezt csak én tudom, hogy mennyire az azonnal, de hát tényleg nagyon köszönöm a kollégáimnak. Egyébként nagyon büszke vagyok a kollégáimra, mert mindenbe állják a sarat, amikor én nem vagyok. Ami a legnehezebb volt az, hogy ez a hiperreflektorfénybe dolgozni a kollégáimnak. Tehát én ezt még el is bírtam valahogy, hogy néha egy csihipuhi jött innen, onnan, amonnan, egy negatív Facebook poszt, vagy egy negatív írás, vagy bármi más, az nekem még úgy helyek közben még úgy a kis lelki világomat nem borzolta, de mikor a kollégáimat bántották, akkor már igen. Nem csak nekem esett rosszul, hanem nagyon sokszor nekik is. És hát most már hála jó Istennek, ők is megtanulták ezt kezelni, akármennyire kis fiatalok, hogy a negatív kritikára nem ülünk fel, hogyha tanulni lehet belőle, akkor tanulunk, hogyha aki ezt nem tudja megcsinálni, akkor ő versenyzőnek, gasztronómusnak, szállodásnak, éttermesnek ne menjen, mert idegileg tönkre megy bele. Hány tagja van a válogatottnak egyébként? Hát mi 16-an, 17-en utaztunk ki most Luxemburgba, ez a teljes team,
itt a Magyar Standnak az üzemeltetése, a teljes marketing, illetve sajtókommunikáció, sajtófigyelés, illetve a versenyzők voltak. Itt ketté osztottuk a versenyzőket, ugyanis a nemzeti válogatottnak, mit szeretnéd mondani? Van két típusa, a hidegkonyhai produkció van, és melegkonyhai produkció van. A hidegkonyhai produkció és a melegkonyhai produkció között az a különbség, hogy a hidegnél egy büféasztalt kell felépíteni, amelyet egy nappal hamarabb a kollégák elkészítenek, és a záró akkord az ott kint a versenyhelyszínén egy óra hossz alatt, illetve van a melegkonyhai produkció, amikor bemennek a kollégák a tipikus versenyboxba, ahol elkezdenek versenyezni, és üveg ott pontosan egy üvegfal, és ezt mindenki látja, ott volt Sára, ez a legnehezebb feladat típusoknak az egyike, ahol 110 adag ételt le kell tenni egyszer a nemzetek konyhájába, és ebből a 110-ből van vagy a nemzetek éttermébe, bocsánat, és ebből a 110-ből 6-ot választ ki a zsűri, és nem tudjuk, hogy melyik az a 6. Milyen szintűek ezek a versenyek egyébként? Tehát annyira monumentálisnak tűnik, ahogy így elmondott, tehát nem csak a számadat miatt, hogy most 110 adagot kell készíteni, de hát ugye hány ország van jelen? Tehát egy világbajnokságon hány ország képviselt? Itt most 36 nemzeti válogatott volt, és 57 tagország, egyébként 105 tagországból áll a World, milyen helyszín World of, alkalmas arra? Ez egy hatalmas, mint az Expo itt, mint a Hung Expo Magyarországon, csak ezt úgy hívják, hogy Lux Expo itt Luxemburgban, és hatalmas csarnokok vannak összefűzve, és ez 6-7 csarnok teljesen megtöltve gasztronómiával, a gasztronómiának az alkalmaival. És milyen az érdeklődés egy-egy ilyen? 50 ezer látogatója van naponta az eseménynek. Tehát több száz sajtóakkreditáció, több százezer vendég, látogató. Az egy érdekes feeling lehet ott. Nagyon, nem. Nagyon félelmetes. Ez félelmetes, amikor be vagy zárva egy üveg ketrecbe, 7 óra, 6 óra hosszára. És hol vannak látogatók. És egymás egyén hátán az emberek, is mindenki arra kíváncsi. Tehát ott te is egy látnivaló vagy tulajdonképpen. Pontosan. Nem csak amit csinálsz, hanem te magad is és a tevékenységed. Olyankor van lehetőség arra, hogy megkóstoljatok más nemzeteknek a dolgaiból valamit? Nyilván, amikor mi dolgoztunk, akkor nekünk nem volt. Nekünk az egész napunk arra ment rá, hogy ott dolgoztunk. 10 órakor foglaltuk el a konyhát, és azt hiszem 10 órakor jöttünk ki este, vagy 11 órakor. Tehát folyamatosan dolgoztunk. Tehát 12 óra volt a bepakolástól egészen a konyhahagyásáig, a kipakolásig. De az ott tartózkodásunk alatt végignézhettük a... Tehát, hogy valami pluszt tudsz magadhoz venni olyankor? Abszolút. De így értettem igazán. Igen. Ezt, hogy tehát nem csak úgymond idézőjelben a feladat van meg, hanem azért lehet töltekezni, vagy nézelődni egy kicsit. Hát amikor nem mi voltunk az üveg mögött, akkor az üveg előtt tudtuk nézni a többi versenyzőt. 5 napon keresztül, vagy 6 napon keresztül ment a verseny. Igen, csak hát azt olyan jó így elmondani, hogy 6 napig néztük az üvegbúrán kívül, hogy mit csinálnak bent a többiek. Ami természetesen nem fedi a valóságot, ugyanis talán egy nap tudtak kijönni a kollégák, mert hogy előtte a hidegre készültek, aztán utána a melegprodukcióra készültek, menet közben folyamatos tréningek voltak, piacra járás, alapanyagbeszerzés, sok-sok minden, és amikor természetesen kint voltak, akkor tanultak. Nem az volt, hogy oda mentünk, és megittunk egy kávét a sarokba, és kacaráztunk, és hú de. Hát nyilván, tehát ez nem kirándulás volt. Na, hogy ezeket a tanulmányokat tudják beépíteni majd a saját maga produkciójába, amelyet majd két év, jövő ilyenkor februárban Szentpétervárot lesz a melegkonyhás viadal, és elméletiekben, hogyha ők most Riminibe 3 hét múlva meg tudnak felelni, akkor ők is kint vannak Szentpéterváron, ugyanis egy új versenyre készülnek most a Sáráik a Nagy Csaba cukrásszal, egy európai viadalra, február 17-től 20-áig Riminibe, és ott, hogyha elérik azt a bizonyos ponthatárt, és megnyerik a versenyt, akkor ott vannak Szentpéterváron a világdöntőbe. Ugyanis a magyar szakácsok már kint vannak, úgyhogy most már őknek is ki kell menni, úgyhogy... Említetted Erfurtot, ugye az volt az első dolog. Beszéltetek Luxemburgról, időben ugye az volt egy ilyen nagy volumenű az utolsó. Csak pár országot, városnevet említsetek a kettő között, ahová Malázia, eljutottam. Malázia,
ez volt a leghosszabb, aztán Pakisztán, aztán Thessaloniki, ott is egy világbajnokság volt, Prága, szintén. Ezek azok a helyek, ahol nagyon szépen szerepeltünk. Uh-huh. De sok-sok ország, sok-sok városába promotáljuk Magyarországot, és ez mindig kíséri a versenyzőket egy magyar stand, ahol megpróbáljuk Magyarország értékeit megmutatni. És azért csak így csendben jelzem meg, hogy sokszor kiszoktam kapni, mert hogy nekem mindig a legkedvesebb az a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. És én ebbe bele is kapaszkodok. Nagyon örülök, hogy Sára itt van egyébként. Most már mi a beszélgetés vége felé járunk, és ugye mi hangsúlyoztuk, hogy ő is idevaló, de hogy ezekre a világversenyekre más megyebéli szakember tudott-e még eljutni? Mivel nemzeti válogatottról van szó, így a nemzeti válogatott az természetesen Magyarország, illetve a határon kívülről is vannak válogatók. Sár is ugyanígy került be egy ilyen válogató kapcsán a nemzeti válogatott. Én nagyon-nagyon örültem neki, ugyanis ebbe a jelenlegi válogatottban kettő megyebeli is van, és én le is csaptam mind a két kollégára, a Huszár Tibor, illetve a Kézi Sára is nem csak egyébként mindennapos kollégám, hanem a nemzeti válogatottban is egyengedhetem az útjukat. És természetesen egy Székesfehérváró volt a kollégák, akik szintén egy tímként törtek be a nemzeti válogatottba. Annak idején a Békés megyei tímre alakult rá, a nemzeti válogatott őket váltották, most rengeteg fiatal is Sára is így tudott bekerülni, hogy volt egy korszakváltás a szövetségen belül, nem csak a vezetésben, hanem most már a nemzeti válogatottban is. Sára sem tartozik a szépkorúak társaságába, elég fiatal, de volt tőle is fiatalabb kollega a nemzeti válogatottban, a Földesi Csenge, aki hát talán még 20 sincs. És ezek jó kilátások a jövőre. Ez nagyon-nagyon, igen, mert egy olyan összeforrott csapatot sikerül majd. Tehát tényleg egymás évért ittak, de szó szerint, és annyira büszke voltam, amikor láttam, hogy büszkén vállalják magyarságukat, büszkén vállalják a tudásukat, büszkén mondják el, hogy ők honnan jöttek, és büszkék arra, amit csináltak. És semennyivel nem voltak alacsonyabb rangúak a más országokból érkezett kollégákhoz képest, sőt, hát fiatalságba, vagányságba talán még túl is tolták a többi nemzetnek a... És van még feladat, ugye? Nem kevés, igen. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, sikereket kívánok mindkettőtöknek. És én magamnak pedig azt kívánom, hogy minél gyakrabban kóstolhassam mondjuk a Sára remekeit. Jó munkát kívánok nektek! Köszönjük! Kedves nézőink, ez volt az Életvitel, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.